Ismét 300 fölé emelkedett a 24 óra alatt a koronavírus járvány következtében elhunytak száma Spanyolországban. A halálos áldozatok száma 49-el növekedett a vasárnapi 288-hoz képest, ami az elmúlt 5 hét során a legalacsonyabb adat volt. Ez ugyan némi visszaesés, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója azonban inkább a pozitívumokat igyekezett kiemelni szokásos sajtótájékoztatóján. Azok után, hogy napokig 300 alatt volt az egy nap alatt elhunytak száma, sajnos most 331 új haláleset történt. Ez természetesen szomorú, de a fejlődés egyértelmű. Napról napra kevesebb az új fertőzött, ami reményt ad számunkra, mondta Fernando Simón. Reménykeltő lehet az is, hogy az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a gyógyultak száma meghaladta a 100 000-et, illetve hogy több tartományban, például a Baleár-szigeteken vagy Murciában senki nem került kórházba az elmúlt egy napban koronavírus fertőzés miatt. Spanyolországban az elmúlt napokban némileg lazítottak a korlátozásokon. Ennek köszönhetően például a 14 év alatti gyerekek vasárnap 6 hét után először mehettek ki az utcára.